Mint az közismert, rengeteg olyan vadász van az országban, ezres számmértékben, akik sajnos sem a régi, sem a most módosult vadászati törvény után nem tudják a hivatásukat gyakorolni, hiszen egész egyszerűen még a föld tulajdonosok is kiszorultak az eddigi vadászterületekről, a vadásztársaságokból, holott a föld elválaszthatatlan részét képezi a vadászati jog is. Mégis nagyon úgy tűnik, hogy bár a vadásztársadalom száma az évről évre növekszik Magyarországon, mint ahogy a vadállomány létszáma is, úgy látszik, hogy vannak, akik egyenlőbbek az egyenlőeknél, és urizálhatnak más földjén, még a jogos földtulajdonosok sajnos sokszor a pálya széléről nézhetik csak a vadászati tevékenységet. Ha megnézzük, hogy a mezőgazdaságban milyen károkat okoznak a vadak és a vadállomány, akkor már azt láthatjuk, hogy itt sok tízezer fős társaságról beszélhetünk, hiszen a mezőgazdasággal foglalkozók, az életvitelszerűen ebből élők, illetve az erdőgazdálkodóknak a baja az meggyűlik rendre a vadállománnyal, hiszen mind a felnövekvő erdőkben tesznek óriási károkat, mind pedig a mezőgazdasági kultúrtáblákban, és hát a nagy vadállomány növekedésével ez sajnos, ez a károkozás is csak növekedik. Mégis az a téma, amit én ma szerettem volna itt önök elé hozni, az nem más, mint az a téma, amely viszont több millió embert érint ma Magyarországon, hiszen a vadgázolásokat is szabályozta ez a július 1-én hatályba lépett vadászati törvény módosítás, ami azt jelenti, hogy teljes mértékben levette a felelősséget a vadászatra jogosultakról, hiszen úgy rendelkezik egy bekezdésében, miszerint nem a vadászatra jogosultnak felróható ok az, hogyha egy vad a természetes viselkedéséből adódóan, tehát párzási időszakban vagy élelmiszerzés céljából kerül a közútra, és a közúton ezután történik egy baleset. És hát a törvény az gyakorlatilag egyértelműen mentesíti a vadászatra jogosultakat, illetve a vad tulajdonosát, magát az államot is, ami csak azért érdekes, mert ugye az állam a vad tulajdonosa, még a hasznot a vadászatra jogosult veheti igénybe, addig a kár az marad sajnos az autóvezetőké, hiszen a polgári törvénykönyv úgy szabályozza, hogy veszélyes üzemek találkozásával létrejött balesetnél, mivel mindkét üzem veszélyes, hiszen maga a gépkocsi vezetés is veszélyes üzemnek számít, illetve maga a vadászat is veszélyes üzemnek számít. Tehát ennek a kettőnek a találkozásánál, gyakorlatilag a veszélyes üzemek találkozásakor szokásos szabályokat kell betartani, ami azt jelenti, hogy az üzemben tartóknak a felróhatóság mértékéig kell viselni a másiknak okozott kárt. Tehát ez azt jelenti, hogy a vadászati törvény az gyakorlatilag a vadászatra jogosultakat felmenti a felróható károkozás alól, és hát erről tartottam ma napi rendelőti felszólalás is a parlamentben, ahol agrárminiszter helyettes úr válaszolt. Ő erre annyit válaszolt, talán ez volt a summája a válaszának, hogy igazság szerint van erre feltalált módszer, hiszen a kaszkó biztosítás az mindenkinek megtéríti a kárát. A problémát mi csak ott látjuk, hogy a kaszkó biztosítást azt a gépkocsi tulajdonosoknak kell, a magyar embereknek kell fizetni, még a vad gyakorlatilag használt, azt a vadászatra jogosult tudja élvezni. Tehát mi azt gondoljuk, hogy nem a magyar emberekre, nem az átlag magyar emberre kéne ráhárítani még egy kiadást és még egy terhet, hanem bizony, aki a hasznát élvezi a vadászatnak, annak kéne a kárt is megtérítenie. Éppen ezért a Mi Hazánk Mozgalom azt szeretné a jövőben, és majd adunk is erre be törvénymódosítást, hogy remélhetőleg a későbbiekben majd a jogalkotó is úgy gondolja, hogy a felelősségbiztosítás terhére kell, hogy ezek a káresetek meg legyenek térítve, mivel évente több mint 7000 bejelentett vadgázolás történik, a nem bejelentettekről nincsen tudomásunk, de értelemszerűen valószínűleg a sokszorosa lehet a bejelentetnek, hiszen az eddigi törvény is, hogyha a vadveszélyjelző táblánál történt a gázolás, akkor úgy rendelkezett, hogy a kölcsönös kár elnézést tartotta jónak a bírói joggyakorlat is, hiszen mindenki a saját maga kárát viselte. Ez azt jelentette, hogy a gépjármű tulajdonosa saját gépjárműjében keletkezett kárt volt kénytelen helyreállítani és elviselni, még a vadászatra jogosult a vadban keletkezett kárt volt kénytelen tűrni. Ez most úgy módosult, hogy akár több millió értékű szarvas trófea esetében egy gímszarvasnak akár 4 millió forintos eszmény értékét is el lehet kérni a gázolótól, ami egészen nonsens, és azt gondoljuk, hogy ez a rendelkezés, ez mindenképpen orvoslásra vár. Köszönöm szépen a figyelmet!